Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás labdarúgó bajnokság 9. fordulójában az egyik legizgalmasabb és legádázabb küzdelmet a Bombombolt klubfece összecsapás szolgáltatta. A mérkőzés előtt előjáróban csak annyit, hogy elnézést kell kérnem a Bombon 11-es számú játékosától, Csé Nagytól, akit a közvetítés alatt egy adminisztrációs hiba folytán Juhász névre kereszteltem át. Ezért elnézést kérek. Lássuk a találkozót. A 9. fordulóban a Bombombolt a klubfece ellen diaskodik a Köfém sportcsarnokban. Fehér mezben, fekete nadrágban a Bombombolt, még tiszta, világos kék szerelésben a klubfece együttese. A Bombombolt jelenleg a második, még a klubfece az ötödik. A két együttes között egy pont a különbség, azonban a kékmezes klubfece egy mérkőzéssel többet játszott ellenfelénél. Csucsánszkinál a labda, aztán Knausz, és az első védés Csönge Norbert mutatta be. Egy helyzeten már túl vagyunk, amikor még egy perc sem telt el a találkozóból. Hát a túloldalra egy védés. Juhász Gyula tette kapura a labdát. Majzer húzza le. A Bombombolt felváltotta eddigi megszokott sötét-kék szerelését, és immár fehér mezben, fekete és piros síkokkal játszik. Mindkét együttes az elmúlt fordulóban vereséget szenvedett a klubfece a Turulánytól. 2-1-re kapott ki, míg a Bombombolt meglepetésre a Cooper SC-től szenvedett 4-2-es vereséget. Csucsánszki. Hajnal lépett ki, Molnár Csaba pedig egy lufttal mutatkozik be. Nem találta a labdát. Bobori. Fésű szorongatja, aztán Bobori végül is le tud fordulni, kapura is tud lőni. Majzernak kellett hárítani a rövid sarok előtt. Bobori bedobása. Knausz emeli ki. Kellner. Hajnal. Keresi az embert, ahova adhatná a labdát. Boborit választja. Fésűvel birkózott, nem történt szabálytalanság. Juhász lecsúszott a lábáról. A kapura lövések aránya 2-1, eddig a Bombombolt javára az eredmény 0-0. Gelencsér, mintha a kezére pattant volna a labda, de hogy én láttam rosszul. Kellner egy lövőcsel, aztán tovább viszi, Hajnal távolról, nem sokkal ment fölé. Fésű, Csucsánszki, Knausz érkezik, Molnár, szép gól. A Bombon tehát a negyedik percben megszerzi a vezetést. Knausz érkezett fel a jobb oldalon, Csucsánszki passzolt hozzá, aki végül Molnár Csabát választotta. Molnár megnézte a sarkot, és higgadtan gurított a kapuba. 1-0 tehát a Bombombolt javára a negyedik percben. Knausz. Csucsánszki. Fésű. Molnár jól fordult le, el is lőtte ballal a kapu mellé. Jól kezd tehát a fehérmezes Bombombolt. Bobori, Majzernak kellett hárítania, és az érkező Juhász csak a kapu mellé tudta tessékelni a labdát. Knausz. Fésű. Majzer. Molnárt kereste labdájával, Csönge érkezik és fejjel ment.
Csucsánszki bedobása az 5. percben. Szöglet lett a dologból. Csönge kapus piszkált bele. Csucsánszki érkezik a szöglethez. Hajnalról vágódik ki. Hausz. Juhász. Csucsánszki, Molnár! Ez egy szép játék volt, Molnár Csaba azonban elhibázta a befejezést. Az üres kapu mellé passzolta a labdát. Maradt tehát az 1-0-ás bombombolt vezetés. Fésű. Juhász Gyula sarkalta tovább a labdát. Nyúsz azonban nem ért el. Hajnal, Gelencsér, Bobori, szép játék. Majzer. Csucsánszki. Egy kötényt próbált kiosztani Boborinak. Félig mendek sikerült is. Fésű. Juhász Gyula. Csucsánszki. Hajnal szerzi meg. És Majzer lépett ki jókora kapujából. Tausz fejelte ki az oldalvonalon túlra a labdát. Bombom volt eddigi 8 mérkőzéséből, 5-öt nyert meg, egyet játszott döntetlenre és 2-szer szenvedett vereséget. Nyusz közben, aztán Majzer rúgja ki. A klubfece pedig 9 találkozójából 5-ször győzött és 4-szer kapott ki. Juhász Gyula csúsztatta meg, így aztán az ellenfél együtteséből Juhász Károly dobhat. Majzer húzza le a bedobást. Csucsánszki. Knausz. Mellé. Túlságosan kisodródott már a bombon játékosa. Csönge is szorongatta. Így a labda elkerülte a kaput. Kellner. Hajnal. Kellner indul meg a bal oldalon, kapja is a labdát, egyből be középre. Nem érkezett bent játékostárs, így Majzer könnyedén húzta le a labdát. Csucsánszki sarokkal vissza Fésűnek. Nausz. Hajnal szedi össze a lecsorgó labdát. Hajnal még. Kellner, Bobori középen. Molnár Csaba lépett közbe az utolsó pillanatban, szögletre mentett. 8. perc, 1-0-ás bombombolt vezetés, és egy klubfec a szöglet, Nausznál most már a labda. Majzer, Fésű, Molnár, Juhász Gyula, Csönge hárított lábbal. Juhász, Csucsánszki, ismét Csönge, a labda végállomása. Juhász Károly, Bobori, Juhász kapná középen, Fésű lépte át ezzel, megzavarva és megállítva a feca támadását. Knausz, Bobori nem engedi elmenni. A játékvezetők engedik a kemény, határozott játékot. Bobori bedobása. Juhász fejelte ki. Kellner. Bobori. Molnár. Csucsánszki fordulhat.
3-3 ellen. Csucsánszki. Kellner szelídíti meg, és vezeti fel a labdát. Egy távoli lövés, elkerülte a kaput. A 10. percben járunk az első félidőben. 1-0-ás bombombolt vezetés. Molnár Csaba szerezte a 4. percben. Molnár sarokkal tovább, ez egy szép megoldás volt, azonban nem túl hasznos, hiszen Knausz nem tudta tovább vinni a labdát. Kellner. Hajnal, messziről lövi el, és egy fehérmezes játékosról pattant le a labda. Így dobhat a Klubfeca. Bobori kereste Juhász Károlyt labdájával, végül Juhász Gyula szabadított fel. Szögletett át a dologból Gelencsér, Knausz lépett ki, Hajnalt előzte meg. Hajnal Imre bedobása a Gelencsér felé, Majzer tenyereli ki. Aztán a két Juhász, Juhász Károly labdájába, Juhász Gyula lépett bele. Knausz, Szoboszlai, egy pöccintéssel próbálkozott, rövid volt azonban a labda, Kellner, szép játék, Bobori, és ott az egyenlítés. Gyorsan játszották fel a labdát a Klubfeca játékosai a bombon kapuja előterébe, és Bobori Balázs a kivetődő Majzer mellett a kapuba lőtt. 1-1 tehát a 12. percben. Szoboszlai. Gelencsér támadta hátulról, Csucsánszki, csönge érkezett jókor. Knausz, Fésű, Juhász Károly szerelt, Kellner, Gelencsér, ismét Bobori a labdával. Knausz lépett közbe. Kellner dobhat, Bobori. Nem történt szabálytalanság a játékvezetők szerint, Szoboszlai, Hajnal keresztezett jókor, aztán sarokkal tovább, Csucsánszki szerzi vissza, Szoboszlai, Hajnal Imre megmozdulása már szabálytalan volt. Szabad rúgáshoz jut tehát a bombombolt, a kaputól mintegy 9 méterre. Egészen pontosan 9 méterre, hiszen a szolgatott vonalra állította Csucsánszki Zoltán a labdát. Fésű, elsuhant a kapu előtt, keresztbe a labda, és felszabadult most már a Klubfeca kapuja. Hajnal távolról nem sokkal került el a kaput. Laposan a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret a labda. Csucsánszki, Knausz a bal oldalom. Felejthető megoldás. Hajnal. Bobori perdítette tovább. Knausz. Fésű. Bobori támadja és szereli is, aztán estében lő kapura. Majzernak kellett vetődnie érte. Majzer. Knausz, Szoboszlai, Kellner szerelte, Majzernak kellett kilépni, és egy kapura lövéssel próbálkozott majd, hogy nem, Majzer Attila. Csönge húzta le a labdát, Csucsánszki, egy próbálkozás, elkerülte a kaput, azonban beleért egy kékmezes játékos, itt szöglet lett a dologból. Ismét el lett most Csucsánszki. Balogh lépett közbe. Kellner tartja jól, saját hatosán belül. Aztán majd, hogy nem eladja.
játékvezetői feldobás, és minden bizonnyal Fesza visszaadja a labdát, így is van. Nausz. Fésű. Indulhat tehát az újabb bombon támadás. Fésű jóváltás volt Szoboszlaival. Csöngéről kijön, aztán végül is Hajnal szabadít fel. Ez a felszabadítás csak időleges, hiszen bedobás lett a dologból. Csucsánszki dobhat. Fésű piszkált bele, és Csönge veszi birtokba a játékszert. Szoboszlai nem szabadul fel most a Klubfece kapuja. Át sem tudják lépni a felező vonalat. Fésülőt most mellé. Így egy szusszanásnyi szünet a Klubfece játékosai számára. Rendezhetik a sorokat, és indulhat a támadás. Kellner, Fésű előzte meg Juhász Károlyt. Hajnal. Juhász, hosszú volt neki a labda. Nausz. Majzer. Kellner vissza, Balog. Juhász fölé. Balog Zoltán lövésre passzolta Juhász Károlynak a labdát. Balog szerezte meg, Juhász, és Komáromi lépett ki. Marad a labda a Klubfecánál, Juhász szép csel, aztán egyel tovább Balognak. Szabad rúgás a Klubfece javára, 9 méterről. Kobori gyorsan akart elvégezni a pontrúgást, aztán végül is inkább úgy döntött, hogy megvárja társait. Balog Zoltán és Hajnal Imre a labda mögött. Hajnal! Nem volt rossz elképzelés, Balog sarokkal gurította le lövésre Hajnalnak a labdát, aki egyből kapura lőtt, Majzer hárított. Szoboszlai. Csucsánszki fut a jobb oldalon, kapja is a labdát. Pontosabban kapná, hiszen Hajnal lépett közbe. Szoboszlai. Juhász Gyula. Fésű. Juhász. Szoboszlai. Juhász kapja vissza, egyből lő. Messze a kapu mellé. 18. percben járunk. Egy egyes mérkőzés állásnál. Támad a Klubfece. Hajnal. Kellner. Balog. Hajnal. Juhász volt szabálytalan vele szemben. Hajnal végzi el a szabadrúgást, nem volt jó, Szoboszlaiban akad el, Szoboszlai még, Csönge hárít. Csucsánszki bedobása. Szoboszlai feje fölött öklözi ki a labdát, Csönge Norbert. Király. Balog. Hát a túloldalra Boborinak. Aztán Balog kapja vissza. Hajnal. Mellé. Kapáslövés. A kapu mellé. Egy kicsit lecsúszott Hajnal lábáról. De szép volt a játék. Komáromi. Juhász. Juhász húzza meg a bal oldalon, aztán sodródik, nem tudta már középre passzolni. A 20. percben járunk, tehát 5 perc van hátra az első félidőből. Fésű. Szoboszlai. Komáromi. Szoboszlai kapja vissza. Balog. Ketten is támadták, mégis el tudta vinni két ember között a labdát. Balog szerzi meg. Egy kötényt oszt ki Komárominak. Király! Aztán Komáromi hozza el. Ebben a lehetőségben több volt, én úgy érzem. De a bombonéban is Komáromi adta el a labdát. Kirúgás.
Hajzer. Juhász. Szoboszlai. Juhász kapja vissza, és 2-1 a Bombonjavára. Nagy játék volt ez is. Szoboszlai kapta a sarokban a labdát, aztán egyből visszatette középre, és az érkező Juhász Gyula megszerzi a Bombonbolt második találatát, tehát a 21. percben 2-1 a Bombonjavára. Király. Hajnal. Jó volt a csel. Jobb külsővel tette kapura. Majzer vetődött ki a labdára. Komáromi. Juhász perdítette tovább. Hosszú volt Komárominak. Király. Kellner. Balog. Szoboszlai volt szabálytalan Boborival szemben a hatos vonal előtt. Így kecsegtető szögből, jó pozícióból szabad rúgása Klubfeca javára. Elvégezték a szabad rúgást, nem onnan, ahonnan kellett volna, hanem hátribról. És végül Majzernak kellett vetődnie Balog lövésére. Bobori! Üres volt a kapu, és Bobori a jobb kapufa tövét találta el, ahonnan kifelé pattant a labda a pályán kívülre. Óriási helyzet volt, óriási egyenítési lehetőség a Klubfeca előtt. 22. perc, 2-1-es Bombon vezetés. Az első gól szerzője tehát most nem tudott betalálni. Kellner. Hajnal. Vissza középre. Juhász csúsztatta meg, aztán Csucsánszki szerzi meg. Komáromi. Szoboszlai. Csucsánszki. Juhász lépett közbe. Komáromi. Hajnal. Komáromi szeridíti meg. Fésütlökte Balog. Kifelé jár a szabad rúgás. Csucsánszki. Komáromi. Csucsánszki ismét. Kellner. Juhász Gyula lábát érte utoljára a labda. Így a Klubfeca folytathatja a játékot. Vezethetett támadás, most már azonban Szoboszlainál a labda. Szoboszlai kapu előtt keresztbe lövi el. Juhász várta volna a túloldalom. Méltatlankodik is, hogy nem kapta játékos társától. Másfél perc van hátra. Bőven, illetve durván a játék részből. 2-1-es Bombon volt vezetés. Csucsánszki sarokkal vissza Komárominak, aztán Kellner hozza el. Juhász, Majzer érkezett jókor. Kirúgás. Fésű. Komáromi. Majzer. Kellner előzte meg Szoboszlait. Csucsánszki. Szoboszlai. Hajnal. A szöglet még belefér, hiszen az utolsó percen belül vagyunk az első fél időben. Csucsánszki végzi el a sarokrúgást. Csönge szedi fel végül a lecsorgó labdát. Balog. Királyt indította volna a jobb oldalon. Csucsánszki. Fésű. Majd Majzer a labda útja. Szoboszlai. Csucsánszkinak vissza. Csucsánszki még. Egy helyezett lövés, Csöngének kellett lábbal hárítania.
hajnal, és vége az első félidőnek, tehát 2-1-re a Bombombolt vezet. Molnár Csaba és Juhász Gyula, illetve Bobori Balázs góljaival 2-1-re vezet a Bombombolt. Balog. Óriási gól, egyenlít a klubfece tehát. Juhász Károly kapta, illetve várta a lecsorgó labdát, aztán ballal egyből lőtt, és kilőtte a bal felső sarkot. Rögtön tehát a második félidő első percében egyenlít a klubfece, a gólszerző pedig Juhász Károly. Ez egy váratlan találat volt a Fece első támadásából, tehát gól született. Balog. Juhász a gólszerző bedobása, Bobori fejjel vissza Balognak. Knausz vele szemben, Balog még. Juhász Károly, Gelencsér, szép játék, és átvette a vezetést a klub Feca. A gólszerző pedig a 8-as számú Gelencsér, a gólpasszadó pedig az iménti találat szerzője Juhász Károly. Gyorsan, tehát mint egy másfél perc alatt fordít a klub Feca. Némi túlzással lehetne azt mondani, hogy a Bombombolt az öltözőben maradt a szünet után. Ezt csak azért nem lehet mondani, hiszen itt a Köfém sportcsarnokban annyira nem hosszúak a mérkőzés közti szünetek, hogy ki lehessen menni az öltözőbe. Csupán a cserepadoknál gyülekeznek a játékosok, és ott beszélik meg a félidő történéseit, illetve a következő játékrész taktikáját. Ezt most a klubfeca beszélte meg, jobban úgy tűnik, hiszen, mint mondtam, másfél perc alatt fordítani tudott. Gelencsér és Juhász Károly indulhat meg, vérszemet kapott volna most a klubfeca, hogyha ezt a támadást is be tudják fejezni valamiképpen. Gyönyörű gól! Klasszis teljesítmény, Molnár Csaba ritkán látható szép mozdulattal egyenlít. Molnár második gólja. Potyognak most a gólok, a második félidő negyedik percében, tehát szintúgy, mint az első félidőben, akkor is a negyedik percben szerzett gólt Molnár Csaba, ismét betalál. Az eredmény pedig 3-3. Nagyon szép gól volt az imént is. Balog marad egyedül, Gelencsér, Majzer hárít. Egyedül volt szemben a kapussal, és a kivetődő Majzer lábbal hárítani tudott, szöglet lett a dologból. Juhász Károly sarokrúgása át a túloldalra, Bobori fejelte le Hajnalnak, aki aztán végül hazadja a labdát. Csönge. Hajnal, távoli lövés. Nagyon fölé. Knausz. Fésű. Molnár. Hajnal. Bobori. Juhász. Balog. Gelencsér. Hajnal. Egészen hátra Csöngéig azonban történt egy szabálytalanság. Így szabad rúgás a klubfeca javára. A Bombon tér felének közepéről Hajnal végzi el a pontrúgást. Bobori perdíti középre, aztán Knausz emeli ki fésű fejjel kapura. Majzernek ez csemege volt. Bobori. Juhász Gyula futott a labdáért. Hosszú volt neki azonban. Thank you.
fésű. Csucsánszki. Majzer. Csucsánszki. Fésű. Mellé. Fésű vállalkozott lövésre távolról. Elkerült a lövése a kaput. Nausz. Csucsánszki. Fésű. Bobori. Gerencsér sarokkal próbálta átvenni a labdát. Szép mozdulat volt, azonban a kivitelezés nem volt igazán tökéletes, mármint az eredmény. Knausz. Majzer. Molnár. Csucsánszki. Egy kötényt próbált kiosztani Hajnalnak, ez nem sikerült. Bobori lépett bele a lövésbe, Csucsánszki, és csönge fejjel. Perc. 3-3-as eldöntetlen állás egyenlőre. A bombon dobhat Fésű. Csucsánszki. Fésű viszi tovább. Csucsánszki lő, csönge hárít, és még Fésű fejjel kapura tette a labdát. Abban azonban már nem volt erő, hogy eredményes legyen. Hajnal lépett közbe. Fésű. Bobori szerzi meg. Balog. Balog még. Majzer hárít. És már nem tudott ismételni Balog Zoltán. Csucsánszki. Nagy labda. Ismét Hajnal keresztezett jól. Fésű viszi tovább. Csönge hárít. Egy újabb bombombolt bedobás. Csucsánszki kezében a labda. Szöglet. Fésű. Egészen hátra. Majzer kapusig. Knausz. Hajnal. Hajnal Imre ismét egy távoli lövéssel próbálkozott. Ez megint csak elkerülte a kaput. Bobori méltatlankodott közben. Kellner keresztezett. Knausz. Kellner, aztán Knausz, ismét Kellnerről vágódik le, aztán Csucsánszki lő, csönge. A kidobás Bobori felé, Bobori át a túloldalra, Hajnal érkezik, szép jelenet volt, Majzer hárított. Bobori bedobása, Molnár Csaba szabadít fel időlegesen. Kellner. Juhász Károly esik nagyot, Knausz volt szabálytalan. És fél méterről jár a szabad rúgás a klubvetszának. Kellner a labda mögött.
Hajnalnak fogja legurítani Kellner. Meg is teszi, Hajnal lövi el, belépnek a lövésbe. Gelencsér bedobása, Juhász Károly próbált fejelni, fejelt is. Kirúgás lett a dologból, a kékmezesek reklamáltak, hogy utoljára egy bombon játékos fején csúszott meg a labda. Hajnal vissza, Bobori, a felfutó Hajnal a labdával mellé. Harminchatodik perc, 3-3 a mérkőzés állása. Kucsánszki, csönge. Hajnal. Juhász. Nausz. A labda elhagyta a játékteret. Túlgurult az oldalvonalon, így a Klubfeca javára jár a bedobás. Bobori kezében a labda, helyezkednek bent középen a játékosok, Hajnal végül, aztán Juhász kíséri. Bobori feje felett elszáll a labda, így a túloldalról. A bombon hozhatta játékba a labdát. Juhász, Gerencsér, Hajnal, Kellnernek hátra. Csönge. Gerencsér. Juhász Károly. Kellner. Bobori. Nem tudta átvenni igazán jól. Csucsánszki. Komáromi. Komáromi fordul le végül Gelencsérről. Knausz. Csucsánszki. Kellner. Az, aki lefülelte az átadást. Komáromi, Kellner próbálta visszahúzni. Ám ez mit sem számít Komárominak, hiszen jobbal nagy gólt lő a kapu bal felső sarkába. Ismét vezet a gombombolt. 4-3 az eredmény. Tehát fordulatokban gólgazdag, változatos mérkőzésnek lehetünk tanúi. A gólszerző pedig Komáromi Zoltán. 4-3 a bombombolt javára a második félidő 14. percében. Tíz perce esett pontosan az utolsó találat. Kellner, Gelencsér, Bobori, Molnár lépett közbe, Bobori mehet érte. Király, Boborinak kellett határozottan a labdához érnie, amely plafont ért. Így játékvezetői feldobás, és Csucsánszki adja vissza a labdát a Klubfecának. Kellner. Gelencsér. Kellnernek vissza. Király. Csucsánszki egyből tovább. Nagy helyzet, és végül csönge. Lépett ki jókor, Csucsánszki ismétlése pedig elkerülte a kaput. Bobori. Nauszról próbál lefordulni, ez nem sikerül, át a túloldalra Kellner lő a kapu mellé és fölé. 10 perc van hátra a találkozóból, 4-3-as gombombolt vezetés.
Először a Bombon szerzett vezetést, amit a Klutveca kiegyenlített, majd ismét a Bombon jutott előnyhöz. A második félidő elején fordított a Feca, most pedig fordított a Bombon. Csucsánszkit futtatta a Komár, ami a jobb oldalon. Csucsánszki Zoltán, a Bombon 10-es számú játékosa, azonban nem érte el a labdát. Most pedig kap is egy rúgást a hátára, tarkójára, a labdával természetesen. Komáromi emeli ki. Minél messzebb a kaputól, az a biztos. Kellner. Komáromi. Kellner. Gelencsér. Csucsánszki, Komáromi indul meg. Komáromi, gyönyörű gól! Komáromi Zoltán második gólja, és már 5-re növeli a Bombon találatai számát. Nagy labdát kapott, kiugrott vele Komáromi, és a kivetődő csönge lábai között gurította a labdát a kapu közepébe. 5-3 a második félidő 17. percében. Molnár. Majzer. Knaus. Csucsánszki. Molnár. Király lábáról vágódik szögletre a labda. Csucsánszki érkezik a sarokrúgáshoz. Komáromi. Ezt most nem találta el jól. Messze fölé szállt a labda. Hajnal. Komárom, ügyetve Majzer húzta le. Csucsánszki. Komáromi. Még mindig ő. Csucsánszki mellé. Csucsánszki. Hajnal. Boberi tovább. Kellner. Keresztbe a kapu előtt. Knaus. Komáromi. Majzer. Király felé vissza, aztán Molnár. Ruzics. Még mindig nála a labda, Molnár Csaba. Hajnal szerzi meg végül, aztán rálép a labdára. Fordulhat a Bombon, ismét. Majdnem saját kapuját veszélyeztette Király Ferenc. Csönge volt azonban résen. Kellner. Balog. Balogh Zoltán még a labdával, Kellner, oldalháló. Alig több mint 5 perce van még a Klutvecának, hogy felzárkózzon és megpróbálkozzon az egyenlítéssel. Kellner, Balog. Balog még. Molnár. Király előtt szerezte meg a labdát, aztán kívül az oldalvonalon túlra. Majzer. Knaus. Molnár tovább, Ruzicsnak hosszú. Hajnal. Balog. Bobori, Hajnal,
finom megoldás, aztán Majzer veszi birtokba a játékszert. Maradt tehát az 5-3-as bombom volt vezetés. Király merre veszi, aztán viszi tovább. Kellner. Knausz feleszebben Kellner még. Valla lő, Ruzicsról vágódik le. Király. Komáromi támadja. Hajnal. Jól védekezik most a bombon. Gyönyörű gól! Hajnal gondolt egyet, és váratlanul előtte a labdát, és egészen pontosan a bal felső sarokban landolt a játékszer. 5-4, tehát megkezdi a felzárkózást a Klubfeca. Hajnal Imre a gólszerző, amikor kereken 4 perc a hátralévő idő. Balog, Kellner, Majzer lépett ki jókor. Egyenlítési lehetőség volt a Klubfeca előtt. Ruzics, Komáromi. Nincs még lefutva ez a találkozó, én úgy érzem. Kellner elcsúszik, elgurul a talpa alatt. Ebből aztán lehetett volna indulni. Kellner löki meg Majzer kapust, aki már birtokolta a labdát. Fésű. Csönge. Balog. Komáromi szerelte. Hajnal. Király fejjel, Majzernak kellett vetődnie. Illetve Juhász Károly volt elnézést, aki megcsúsztatta a labdát. Hajnal. Balog. Bobori kapja. Fésű. Komáromi. Hajnal érkezett rá. Csucsánszki. Csucsánszki lő. Csönge hárít. Komáromi. Nem lőtt el egyből. Ruzics. És most szabadul fel a Klubfeca kapuja. Balog, Fésű érkezett. Aztán egy kis kakaskodás. Fésű csúszott be, amit Balog Zoltán nem vett jó néven. A játékvezető magához hívja a két játékost, és mindkettőt 2 perces büntetéssel sújtja. Tehát ők már nem térhetnek vissza a találkozó vége előtt a pályára. Számukra befejeződött a bombom volt Klubfeca összecsapás. 4-4 ellen tehát most a pályán 4-4 mezőnyjátékos. Amikor másfél perc a hátralévő idő. Kellner. Kellner viszi tovább. Komáromiról vágódik le, aztán Csucsánszkiról hagyja el a labda a játékteret az oldalvonalon túl. Kellner bedobása. Hajnal lő távolról, de Majzer hárított. Sorsdöntő védés volt talán. Utolsó percben járunk most már. 5-4-es bombon vezetés, és a Klubfeca beszorítja kapuja elé a fehérmezes bombont. Kellner bedobása át a túloldalra, Hajnal elől, Komáromi fejeli ki. Hajnal érkezik. Juhász. Bobori vissza egyből, Juhász mellé. Komáromi csúszott be. Nem történt szabálytalanság, a kékmezesek azonban reklamálnak. Fél perc, kevesebb, mint fél perc a hátralévő idő. 5-4-es bombom volt vezetés. Majzer kirúgása. Csönge egyből teheti vissza a labdát, azonban még vár egy picit. Kellner. Bobori. Knausz támadja, Bobori még a labdával. És nem hosszabbítanak semmit a játékvezetők. Letelt a második 25 perc is. Egy rendkívül izgalmas, fordulatokban gazdag és
Úgy érzem, jó íramú, kitűnő mérkőzésen. A klub feca végül is. 5-4-es vereséget szenvedett a Bombombolt ellen. Tehát a végeredmény Bombombolt klub feca 5-4. Az összefoglalók előtt megjegyezném, hogy a múlt héten elmaradt Fedél bádogos 3 pontját a Fedél Kft.-nek írtuk, ám a szövetség döntése értelmében a találkozót egy későbbi időpontban lejátszák. Így a tabellán mi is helyesbítettünk. Viszont a Gallon Kft. A 9. fordulóban sem lépett pályára, így meccs nélkül ismét az ellenfél nyerte a találkozót. Lássuk az összefoglalókat. A Vártnál egyoldalú csatát hozott a Szépfő Szeder Fedél Kft. Párharc. A találkozó előtt 7. helyen tanyázó Fedél hamar ellenfele tudtára hozta, hogy az ő csapatuk bizonya dobogót tűzte ki célul. Az újon Szépfő csak a mérkőzés elején volt partiban a Fedéllel. A fehérmezesek látványos támadásaikat többnyire góllal fejezték be, melyekre csak nagy ritkán tudott választ adni a Szeder. A találkozót végül 7-3-ra nyerte a Fedél Kft. A VOK adott otthont a bádogos C plusz V összecsapásnak. A bádogos most nem azt a játékot mutatta, amit az utóbbi fordulókban megszokhattunk tőle. A C plusz V gyorsan vezetést szerzett, s könnyedén őrölte fel ellenfele védelmét. Bizonyította mindezt, hogy már 7 gól volt a bajnoki címvédő előnye, amikor a bádogos végre megszerezte szépítő találatát. Ez azonban csupán egy enyhe szépségtapasz volt a csúfos vereségen. A végeredmény 9-1 a C plusz V javára. A tabella 3. helyén álló Blue Hétfő a múlt fordulóban bravúrt produkáló Cooper SC ellen lépett pályára. A találkozó első félideje kiegyenlített játékot hozott. Mindkét oldalon szinte egyfolytában riogatták a játékosok az ellen hálóőrét. A kékmezes újonc a Cooper SC egy kontrából vezetést szerzett és előnyét őrizte is a játék rész végéig. Fordulás után sem változott nagyon a játék képe. Csupán annyiban, hogy egy szép támadás végén a már többet veszélyeztető Blue Hétfő kiegyenlített. Nagy harc árán végül a vezetést jelentő találatot is megszerezte a fehérmezes gárda, ami a végeredményt jelentette. A találkozót 2-1-re nyerte a Blue Hétfő. Az elején jobban játszottunk, aztán többet kényszerítőztünk, jobban passzolgattunk, de végefele keveset futottunk, és az ő kapusuk nagyon jól védette végefele, mindenki fogott. Nem tudtunk túljárni az a szélhez. De ti hálóőrötöknek is voltak bravúrjai itt a vége felé. Voltak, de nem volt elég a teljesítményünk erre a meccsre szerintem. Úgy érzem, hogy az első fél idő az övéké volt, a másodikban viszont hát a rutin győzedelmeskedett, és szerencsés góllal azért nem sikerült nyernünk. Csak is a rutinnak volt köszönhető a győzelem, azért a kapusotok is mutatott be egy-két bravúrt. Így van, visszatért újra az első számú kapusunk, és hát nagyon nagy szükség volt az övédéseire. A Turul Line Coral összecsapás első fél idejében egyértelműen a narancsmezes Turul akarata érvényesült. A tapogatózás perceit követően működni kezdett a gólgépezet. Az első 25 perc alatt 3-szor rezdült a Coral hálója. Fordulás után a fehérmezes újonc letámadást alkalmazott, s ez olykor meg is zavarta a Turul védelmét. Akkor a zavart nem okozott a Turulnak a Coral játéka, hogy kiszabadulva a szorításból ne növelje előnyét. Végül a mérkőzés 4-1-es Turul lánygyőzelemmel zárult. Sajnos kicsit szertelenek voltunk, nem voltunk úgy összeszedve, ahogy kellett volna, és talán ez meg is látszik az eredményen, ez a 4-1 azért hosszabb. Hát a helyzeteink nem mentek be, az övék meg lehetetlen szögből is gólt rúgtak, de megérdemeltek győzte. Nem lehet, hogy jobb lett volna folytatni azt a tendenciát, amit a második félidő elején próbáltatok, hogy letámadtatok, és az eredményes is volt tulajdonképpen. Igen, csak ahhoz elő kell. És ez most egy kicsit elfogyott a végére már, úgyhogy nem ment. Kötelező győzelem volt ugye a tabella alapján, nehéz volt, de most úgy érzem, hogy kicsit már jobban játszunk, jövünk fölfelé. Sajnos szokásos formánkat hoztuk, hogy biztos vezetést, egy kicsit megnyugodott a csapat. Az ellenfél jól játszott, szerencsére ki tudtuk húzni, és még egy góllal bebiztosítottuk a győzelmet. A Suni és barátai fészeképítők találkozón sokáig csak a küzdelem dominált. Leginkább a mezőnyben folyt a játék, a kapusoknak ritkán akadt dolguk. Elsőként a Suni hálóőrének okozott problémát egy fészeklövés. A gól után az építők masszívan védekezett, s a kontrák is eredményre vezettek. A fészeképítők könnyedén növelte előnyét, a Suninek csak szépítésre futotta erejéből, így a végeredmény 8-2 a fészeképítők javára. Nézzük a 9. forduló eredményeit. Szépfő Szeder Fedél Kft. 3-7, Bádogos C plusz V 1-9, Bombombolt Klub Feca 5-4, Blue Hétfő Cooper SC 2-1, Mercurius Tours Gallon Kft. Mérkőzés nélkül 3-0, Turul Line Coral 4-1, Suni és barátai fészeképítők 2-8.
A tabellát továbbra is a Turullány vezeti 24 ponttal, második a Bombom Bolt 19 ponttal és harmadik a Blue Hétfő szintén 19 ponttal. Negyedik a Mercurius 18-al, ötödik a C+V szintén 18 ponttal. Hatodik a Fedél Kft., hetedik a Klub Feca, nyolcadik a Bádogos, kilencedik a Sün és Barátai, tizedik a Szép Hő Szeder, és a kieső pozíciókon jelen pillanatban 11. a Cooper SC 9, 12. a Fészeképítők 8, 13. a Koral 7 és 14. a Gallon Kft. 0 ponttal. Ennyi volt már a kispálya, legközelebb jövő szombaton jelentkezünk. Addig munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!